fennállásának 100. évfordulóján Ferenc pápa személyesen adta át jó kívánságait és útmutatását az Olasz Nemzeti Olimpiai Bizottságnak és a sportolóknak a Szent Péter Bazilikában. A pápai audiencia előtt Gianfranco Ravassi bíboros celebrált ünnepi szentmisét. 100 éves az Olasz Nemzeti Olimpiai Bizottság. A centenáriumot szentmisével ünnepelték a Szent Péter Bazilikában. A szertartást Gianfranco Ravassi bíboros vezette. Homíliájában a bíboros a profétákat állította példaképül a sportolók elé, akik tudatában voltak küldetésüknek, ezért képesek voltak önmegtartóztató életet élni. Tartózkodjanak a tiltott dolgoktól, őrizzék meg a sport tisztaságát, ezt tanácsolta a sportolóknak Ravassi bíboros. A szentmise után Ferenc pápa köszöntötte az összegyűlteket. Áldozatokat kell hozni a célért, mondta, és bátorította a szervezetet a szolgálatra, melyet az iskolákban végeznek. A pápa kiemelte az olimpiai kápláni szolgálat jelentőségét, és azt mondta, az egyház közel van a sportolókhoz. Beszéde végén körbejárt a bazilikában, és hosszan beszélgetett a sportolókkal.